Mahalo! Egy olyan dolgot fogunk most csinálni, amit eddig még nem csináltam, viszont elég érdekes lesz, ugyanis valamelyik nap tök véletlenül rátaláltam az interneten, azt hiszem pont, hát nem tudom, azt hiszem Zelkriszé volt az első, de azt hiszem láttam Lakitól is egy hasonló dolgot. Szóval mostanában elkezdtek elég gyakran foglalkozni emberek a kutyával, és mivel eléggé nagy állatbarát vagyok, ezért ez nekem is baromira megtetszett. És hát azt gondoltam már, hogyha látom, hogy hol néztem, meg hol jutott eszembe ez nekem is, akkor mégiscsak megemlítem a srácokat. Egyébként tök jó videót csináltatok. És arra gondoltam, hogy ezt megpróbálom én is megcsinálni, hiszen azért én is nagyon szeretem őket, és kíváncsi vagyok, hogy mit szólnak hozzá. Úgyhogy azt fogjuk csinálni, meg fogjuk prankelni a kutyákat, illetve nem is prankelni fogjuk, hanem egy ilyen tesztet fogunk rajtuk végrehajtani, ami tulajdonképpen arról fog szólni, most azért Zira is, meg valahol a Frank is, ott fekszik, egyébként ott egy macska is, ott. Úgyhogy lesz reakció. Szóval meg fogjuk azt nézni, hogy mit szólnak hozzá, hogyha mondjuk én itt összeesem a szobába. Hát remélem azért mondjuk így, nem tudom, ide jönnek és így azt mondják, hogy Zsukám, kelj már föl, vagy valami. Szóval nem tudom, meg fogjuk nézni. Illetve találtam még ilyen kis okosságokat YouTube-on, azokat fogjuk nekik bejátszani, mondjuk így telefonon, és megnézzük, hogy mit fognak hozzászólni. Ugye szerintem én elő is fogok készülni, beállítom most a kamerát, és valahol úgy ott így összeesek, és meglátjuk, hogy mit szólnak hozzá a kutyák. Úgyhogy hát tartsatok velem, nézzük meg. Szerintem nem sejtenek semmit, legalábbis még ilyeneket nem csináltam, hogy beprenkeltem őket, úgyhogy talán nem fogják levágni. Úgyhogy most valahogy elsétálok ugye arra, és így egyszer csak így összeesek. Gyere ide! Szevasz, hát túléltem! Áj! Ja! Szevasz, hát itt vagyok, nem vettem el! Na, hát ebből látszik, srácok, ebből látszik, hogy a Frank egyébként ott feküdt végig, és gyakorlatilag le se szart. Ez a kutya most úgy ugye jött, és közben nyomja. Na, te is megértél? Te nem értél meg annyira? Mi? Gyere ide egy kicsit. Na, szóval ebből is látszik igazából az, hogy hát azért valamennyire az én kutyám jobban szeret, mint a Gyuszié. Jól van. Hát szerintem ez bevált, mert azért lehetett látni rajta, hogy megijedt. Mert egyébként nem szokott így odajönni és így nyalakodni, csak jó, azért oda szokott, de nem mindig. De azért valahogy így éreztem rajta egy picit, hogy talán azért egy kicsit parázik. Nézd meg, az még prüszköl is. Hát a másik, a macska, az úgy leszart, mint a vizé, az annyira nem. De az ira oda jött, úgyhogy legalább neki fontos vagyok. Igaz. Na, akkor menjünk át a következő részre, ahol is különböző hangokat fogok majd nekik mutatni, és megnézzük, hogy mit reagálnak rá. Három dolgot fogunk megnézni. Elsősorban meg fogjuk nézni azt, hogy vannak olyan hangok, amire elvileg tényleg ugat a kutya. A második az, hogy elméletileg elforgatja a fejét, és a harmadikra pedig találtam egy olyat, ami a macskával kapcsolatos, ott elvileg elkezd majd vinnyogni. Úgyhogy nem tudom, teszteljük le az elsőt, megfogom a telefont. Várjál. És akkor benyomjuk a hangot. Ez az ugatás lesz. Na figyeld! Ah!
Na, hát... Szerintem az elsőn bevált. Úgyhogy nem hittem volna, mert az Ira egyébként olyan, hogy nem szokott nagyon ugatni. Jó, alapból ez sem volt egy nagy ugatás azért, de neki még ilyenkor hangja sincs. De milyen hangja volt egyébként, én is meglepődtem rajta. Na nézzük a másodikat. A másodiknál elvileg elforgatja majd a fejét. Aha. Hát, nem tudom, szerintem ez azért annyira nem vált be nála. Ja, nem vált be. Azt hittem, hogy el fogja pedig forgatni rá a fejét, ez rá nem hat. Viszont a macskára kíváncsi vagyok, mert ő alapvetően mindig olyan kis nyugis, ő ott fekszik. Lehet, hogy ki fog égni a kép, de megpróbálom azért megcsinálni, úgyhogy jó legyen. Meg arra is kíváncsi, hogy a kutyák mit fognak hozzá szólni, úgyhogy várjatok, figyelj. Figyelj. Figyel, de egyelőre nem. Hát azért, de azért többre láttam, de figyelj, ebből is látszik, hogy nálunk ilyen nyugodt állatok vannak, úgyhogy az első az legalább bevált. Fél siker volt, majd nézek még ilyen kis videókat a kutyákkal, hogy miket lehet csinálni, majd fogunk csinálni ilyen kinti videókat is. Vannak ilyen intelligencia tesztek, meg nem tudom micsodák, meg fogjuk majd azokat is csinálni. Úgyhogy srácok, remélem, hogy tetszett nektek ez a nagyon gyors, ilyen kis rögtönzött videó. Ha tetszett, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, kövessd be a YouTube és Instagramon, és ne felejts el dobni egy lájkot erre a videóra. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnézted, én Jussu voltam, sziasztok!